Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt újra feltesszük a három kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni, hiszen ezek a legfontosabb kérdések, amik felmerülnek. De kicsit változtattam most a videón, és változtatni fogok a jövőben, akkor nem olyan unalmas, lesznek új kártyák, új kirakás, de a három kérdés az mindig megmarad. Ez a videó megjelenik június 16-án, hogy mi az energia, mi a minőség ezen a napon az indiai asztrológia szerint Vishvapava hat kiránk, ami jelenti a passzív, és jelenti az aktív tevékenységet is, mindkettőt. Lehet, hogy különböző helyzetek lesznek ezen a napon, az egyik helyzetben aktívnak kell lennünk, a másik helyzetben inkább fontos, hogy megtartsuk a nyugalmat, hogy türelmesek legyünk, várakozók, legyen ez a passzív energia. Mindkettő kihat ránk. Mindkettőre szükségünk van, attól függően, hogy milyen helyzetben vagyunk. Például lehet, hogy egy munkahelyi helyzetben az lenne jobb, ha aktívak lennénk, és élnénk a lehetőségekkel, viszont a családi kapcsolatoknál, vagy a párkapcsolatban kell inkább a türelem, legyünk várakozók, amíg ő jelentkezik, tehát ez helyzettől függ. Ezen a napon a hold a sitra holdházban van, ami azt jelenti, hogy kell a belső egyensúly, mérlegelni kell a dolgokat. Szpika csillag kihat a mai napra, és az azt jelenti, ha most indítunk valamit. Ha lesz egy új kezdet, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez termést hoz, ez gyümölcsözni fog. Mars bolygó egy jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval. Mars bolygó jelenteti a férfiakat, akik most harcolnak az igazságukért, vagy az is lehet, hogy Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket, és a férfiak hajlamosak ezt most elfogadni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül bal oldalon látjuk. Ott van a ház, ott van a fa, és a szerencse, a négy levelű lóhere. A fa jelentheti azt, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni. Itt ki akar építeni valamit. Ő jól átlát a dolgokon, vannak nála jó gondolatok, tervek, hiszen ott van a szerencse, és ez szerencsét hoz számára. A kártyák azt is jelenthetik, hogy esetleg valaki beteg volt a családban, és itt most meg lesz a gyógyító erő, ott van a szerencse. Az is lehet, hogy veled együtt ki akar építeni valamit, ez lehet egy közös otthonnak a tervezése is, és ez is szerencsét hoz mindkettőtök számára. Az érzelmeit alul bal oldalon látjuk, a hegy, a halak, meg ez a levél. A hegy azt jelenti, hogy valami nyomasztja őt, különösen ami az anyagiakat és a munkát illeti. Hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és ez összefügg a munkával, a hivatásával. A levél az azt jelenti, hogy ő ezt közli veled. Lehet, hogy eddig úgy érezted, hogy visszahúzódó, hogy megvan nála ez a hideg-rideg tartás, és ő most
úgy érzi, hogy magyarázattal tartozik, hogy miért volt így, és elmondja neked, hogy itt anyagi dolgokról volt szó, munkahelyi problémákról volt szó, tehát ne vedd ezt személyesen. A levél az jelenthet egy hírt, hogy jelentkezik nálad, de lehet egy szerződés is, és ez összefügg az anyagiakkal, összefügg a munkájával. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon középen látható, ott van az ő gondolata, gondol rád, ott van a remény, hogy lesz egy találkozás, hogy jól érzitek magatokat, sőt, az is lehet, hogy tervez veled egy utazást. Hogy mi fűz össze benneteket, ott középen újra a levél jelenik meg, ez a kapcsolat, hogy ő ír neked, de vannak elvárásai is, mert vár arra, hogy te is írj neki. Hogy milyen befolyás alatt áll, az jobb oldalon felül látható. Ez a lovas férfi ott a képen, lehet egy férfi, aki közeledik hozzá, beszélni akar vele, vagy kap tőle egy ajánlatot, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is. Ami kettőtöket illet, ő útban van hozzád. A te kártyád, ha te egy hölgy vagy, alul jobb oldalon látható. Itt nem tudod, hogy mit tegyél, hogy közeledj hozzá, egy lépést előre, vagy kettőt hátra, légy aktív, vagy passzív. Nehéz így most döntéseket hozni. És pontosan ez az energia a mai napon, visvá, háva energi hat kiránk, passzív vagy aktív, tegyük vagy ne tegyük. Pontosan erre utal ez a kártya, a te energiád. Én azt mondanám, hogy ő úgyis útban van hozzád, megjelentkezik nála, tehát légy még kicsit türelmes, ő jön magától, nem kell elsietni a dolgokat. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!